Mindenek előtt esenek szíves megengedni nekem, hogy mindannyiunk nevében nagy tisztelettel köszöntsem a itt megjelent különböző intézmények vezetőit. Elsősorban köszöntöm dr. Nagy István, Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát. Köszöntöm Szent Irmai Zoltán főosztályvezető urat, szintén a Földművelésügyi Minisztérium úr, Horváth Anikó asszonyt, a főosztályvezető helyettest, Domenico Cardinali urat, a ULT Európai Igazgatóságának az elnökét, Sánta János urat, a Continental Tobacco cégcsoportnak elnökét, Carlo Sacchetti urat, a dohánytermelők és feldolgozók, fermentálók Európai Szakmaközi Szövetségének a főtitkárát, ELTI a rövidítése ennek, és májusban lett ez a szervezet megalakítva. Reményeink szerint, hisz azért hoztuk létre, hogy az európai dohánytermelés fennmaradásáért erőteljes lobby tevékenységet tudjon kifejteni. De hisz majd ezt ő személyesen el fogja mondani. Köszöntöm dr. Eskür Gábor urat, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Bankot, ZRT vezérigazgatóját, dr. Mikó Zoltán urat, Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának választott bíróságának elnökét, Embaracsi Endre urat köszöntöm akkor tőle, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökét, köszöntöm a Földművelésügyi Minisztérium itt megjelent munkatársait, a Dohányvertikum valamennyi itt megjelent vezetőbeosztási munkatársát, a sajtó munkatársait, és nem utolsó sorban valamennyi itt megjelent dohánytermelő társamat. Megkezdenénk a programunkat, hisz az idő az egyik legdrágább dolog, amivel jó lenne ügyesen gazdálkodnunk, és ha ezt időben be tudnánk fejezni, akkor még időben mindenki haza is tudná indulni. Egy néhány gondolatot tessenek nekem megengedni, hogy miért is hoztuk tető alá tulajdonképpen ezt a mai tanácskozást. És talán olvasom így, hát ha összeszedettel leszek. A magyarországi dohánytermesztés az utóbbi években több olyan kritikus helyzetet élt át, amely a fennmaradását veszélyeztette. Ezek a veszélyek érintették a termeltetést, a feldolgozást, és nem utolsó sorban a foglalkoztatást elősegítő támogatásokat is. A termőterületek az Európai Uniós csatlakozást követő években évről évre kisebb-nagyobb mértékben csökkentek ugyan, de a 2015-ös évről a 2016-os évre több mint 1000 hektáros csökkenés rémületet okozott az ágazatban tevékenykedők körében. Nem egyedi jelenség ez ugyan az európai környezetben, hisz a többi dohánytermelő tagországban a dohánytermelés csökkenése a hazánkék lényegesen meghaladta. Ez viszont azzal járt együtt, hogy a társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségekben a foglalkoztatás lényegesen visszaesett, több tízezer szakképzetlen munkaerő került így a munkanélküliek, vagy most már a közmunkások táborába. Hogy mi az oka ezeknek a jelenségeknek és ezen következményeknek? A válasz egyszerű. A lehető legnagyobb tiltakozások ellenére az Európai Unió 2010 évtől megszüntette a dohánytermesztéshez kötött támogatást, meghagyva egy közvetett támogatási lehetőséget, ugyan ez a szerkezet átalakítási támogatás. Majd következett 2014, amikor is az új költségvetési ciklusban újabb szigorítással már csak kizárólag nemzeti forrásból volt finanszírozható a képzetlen munkaerő számára jelentős foglalkoztatást biztosító dohánytermesztés. A magyar kormányzat fontosnak tartotta az ágazat fennmaradását, és a foglalkoztatottság biztosítása érdekében jelentős biztosítékok beépítése mellett felvállalta a termesztés támogatását.
Sajnálatos módon a piaci viszonyok sem voltak kedvező hatással a dohánytermesztésünkre, így a legnagyobb hazai termeltető és feldolgozó cég, az Universal Magyarország, jelentős területcsökkentésre kényszerült 2016-os évtől. Bár a hazai érdekeltségű Dofer ZRT próbálta a keletkezett űrt betölteni, valamint az olasz központú OLT is gyorsan leányvállalata segítségére sietett, a korszerű olaszországi feldolgozással és ezáltal piaci lehetőségekkel, így az ágazat újabb több száz hektár területet vesztett. A pillanatnyi helyzetünk stabilnak tekinthető, mivel jogszabályi tervezeti szinten a támogatás mértéke és feltételrendszere 2020-ig a jelenlegivel szinte mindenben megegyező, de majd erről Nagy István államtitkár úr gondolom bővebben fog tájékoztatást adni és megerősíti az általam elmondottakat. Ugyanakkor az OLT római vezetése is ígérete szerint hosszú távon számol a magyarországi dohánnyal, és a hazai érdekeltségi Continental cégcsoport a piaci részesedésének reményeink és ígéreteink szerint további stabil lehetőséget kíván a termelőknek. Fennmaradásunkat viszont rendkívüli mértékben veszélyezteti a foglalkoztatás terén kialakult munkaerőhiány, amely a kézimunka igényes mezőgazdasági ágazatoknál kivétel nélkül feláll. Ennek oka, hogy a közmunka programban foglalkoztatottak körében a szinte munka nélkül megszerzett jövedelemmel szemben nem versenyképes, az akár 50%-kal magasabb, de kemény fizikai munkával megszerezhető bér. Ennek okán a mezőgazdasági idénymunkák, a kertészet, a zöldség és gyümölcstermesztés, a dohánytermesztés, de az állattenyésztés jövője is bizonytalanná vált. Tisztelt tanácskozás! Rendezvényünk összehívásakor az a cél vezérel bennünket, hogy a termelők a meghívott és itt megjelent első számú vezetők, akik egyben döntéshozók is, tőlük kapjunk választ a jelenlegi támogatási és piaci helyzetünk stabilizálására, és ígéretet a foglalkoztatás terén fennálló problémáink mielőbbi számunkra kedvező megoldására. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyiben gondoltam a felvezetést.